Ki kérdezett? Így szakított félbe tréfából valaki, de én komolyan elhallgattam, és nem tudtam tovább folytatni, mi történt velem. Aztán persze nógattak, hogy amit mondani akartam, de hiába. Kétségbejtően nevetségesnek és ostobának tűnt mindez. Sokszor vagyunk így mondásokkal. Évtizedeken át mondogatjuk, hogy van szerencsém, meg ajánlom magamat, meg egészségére. Míg egyszer évtizedek múltán, mint most is, belegondolunk a szó jelentésébe. És akkor szakadék nyílik meg a szó alatt, és a szakadékban a köd és a káosz, az élet szörnyű értelmetlensége. Ki kérdezett? Igaz is. Ki kérdezett engem? De hogy lehet, hogy erre még sohasem gondoltam? Soha senki sem kérdezett. Írtam és beszéltem és ágáltam és hadakoztam. Véleményem volt erről meg arról. Szóltam életről, halálról, asszonyról, gyerekről, szerelemről, magamról, cserebogárról. Ügyeltem alanyra és állítmányra, ütemre, rímre, lengejelzőre, komoly főnévre, hogy könnyen érthető és világos legyen, amit mondok. A legjobb formája a gondolatnak, hogy könnyen értse meg, és el ne felejtse, akit megajándékozok vele. Feladványokat oldottam meg, csomókat vágtam ketté. Iparkodtam, hogy közelebb jussak kezdethez és véghez, a két pólushoz, ahol még nem járt sarkutazó. De ki kérdezett? Én nem mondom, jártak nálam is körkérdésekkel, meg ankétokkal, hogy hol vacsoráztam a legjobban, meg hogy mi a véleménye a divatról. De ezeket a kérdéseket elhárítottam, mert nem volt mit mondanom. Legjobb válaszaim, most veszem csak észre, el nem hangzott kérdésekre zengtek fel. Miért csodálkozom hát a süket csöndben, hogy senki nem siet el vele? Legtalálóbb válaszaim annak szóltak, aki már elpusztult tulajdon hibájából. Miért csodálkozom hát, hogy senki nem fogadta meg? Én megmondtam mindent előre. Láttam a bűnt. Mondtam, hogy ne ezt. Ne így. Átok és gyalázat lesz belőle. Én voltam helyettük a csatorna szennyében nyakig. És csattogott légcsavarom a tiszta felhők fölött helyettük. Elmondtam, mit láttam, emit, mit éreztem amott. Milyen a bűzös csatorna íze és milyen az illatos napsugári. Hát akkor miért magányosak a havas hegyormok? Én táblát állítottam szabadúszók és lubickoló gyerekek közé. Miért puffadnak hát hullák a vízfenekén? Én megmondtam mindent előre. De ki kérdezett? Senki sem kérdezett, igazad van, közbeszóló. Mert nem is értek rá kérdezni. Mert megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mi lesz a haza sorsa. És megkérdezték a kereskedőt, hogy mennyiért adja. És megkérdezték a kalóriát, fog-e sikerülni. Megkérdezték a betegséget, hogy érzi magát. Megkérdezték a poloskát, mi a véleménye a vérontásról. Megkérdezték a cápát, egészséges dologja a vegetáriánizmus. Megkérdezték a madarat, hová repül. A napot. Merre száll. De ki kérdezte az embert? Ki kérdezett Szókratész? Ki kérdezett Homérosz? Ki kérdezett Gautama Buddha? Ki kérdezett Názáreti? Shakespeare, Goethe, Kant, Madács, Beethoven, ki kérdezett? Ember, aki tudod, ember, aki láttad, ordítottál, hogy közeledik, ki kérdezett? Megváltó Atyaisten,
aki tudod, hogyan lehetne elkerülni, mit kellene tenni, hová kellene fordulni, ki kérdezett? Ki kérdezett? Ne kérdezd! Ordítsa, hogy a torkodon kifér, mert különben süket csönd lenne körülötted. Ordítsd magad a kérdést, és hidd el a visszhangnak, hogy ő volt, és felelj a visszhangnak, hogy legalább a magad szavát halld.